Az ALDE-t nevezte meg lehetséges kormányzati partnerként a Szociáldemokrata párt elnöke Liviu Dragnea az exit poll eredmények ismeretében. A politikus azonban továbbra is vonakodott attól, hogy megnevezze a leendő miniszterelnök személyét. A román szavazók szándéka világos, fogalmazott Liviu Dragnea PSD elnök az urnazárást követő sajtótájékoztatón. Újságírói kérdése válaszolva kijelentette, ezt a szándékot mindenkinek tiszteletben kell tartania, utalva arra az elméleti lehetőségre, hogy Klaus Johannis államfő esetleg nem a szavazatok többségét megszerző párt kormányfőjelöltjét bízza meg a kabinet megalakításával. A pártelnök kijelentette, a kormányzás felvállalása a szociáldemokratáknak a felelőssége, ebben pedig az ALDE támogatására számít. Lesz egy beszélgetésünk a pártban, nem holnap. Lesz egy nagyon fontos találkozónk, nagyon rövidesen az ALDE-s kollégáinkkal és partnereinkkel, és az ezt követő napokban letisztázzuk az álláspontunkat, amelyeket egész biztosan nyilvánosságra is hozunk majd, de nem előbb, mielőtt meglesznek a hivatalos végeredmények. Újságírói kérdése válaszolva Liviu Dragnea nem zárkozott el attól sem, hogy akár az RMDS-szel is tárgyaljon egy szélesebb kormánykoalíció kialakítása érdekében. A kampány idején azonban a PSD elnöke még kizártnak tartotta, hogy a magyar érdekképviselet részt vegyen egy szociáldemokrata vezetésű kabinetben.